Mondhatjuk azt, hogy a kurva homélyes, bazzeg, állj, nem működik, kurva anyád, bazzeg. Igen, lehet ezt mondani nyugodtan, tehát akkor üdvözlök mindenkit. Megnézzük a Gitz nevezetű küldetéssorozatot, ami nem más, mint Gangster in the Gitz. Na. By Jézus úr, mi az Isten? Leil Wars Bof. Bof. Bor. Leil Wars Bor. És... Nem. Tudod? Hát dehogy nem van. Mert nézd csak. Hát a stream, most, streamben de, igen de, van. De várjál, mert nézd csak. Most már van kép, úgyhogy... Úgyhogy most már... Na. Ez, na most már tökéletes. Gangster in the Gitz. Édes otthon. Egy téve. Főhősünk Ryder megérkezik Los Santosba üzlettársával Rosenberg-el, hogy fektessenek egy kis bevételt. Hova? Csak úgy így Rosenberg megmutatja, hol vett ki magának egy kis nyugodt lakosztályt, majd a mi kis lakosztályunkra megyünk. Gyere, Ryder, megyünk Los Santosba pénzt fektetni. Ez tetszik egyelőre, ez szerintem Nobel-díjas lesz. Én erre nem emlékszem egyébként, az az igazság. Így ez alapján valami, mintha rém lenne, de nem vagyok benne biztos, hogy ez most mi ez, mindegy, mert meglátjuk. Jó, szerencsé, hogy ezzel egyedül vagy. Nekem tartok a meglepetéseket. Az Isten, mert... Hol van? Hát, az ilyen nincs, az meg... Akkor na ez... ugye, Jazz Patrick, na ugye? Mondtam, hogy van, volt már ez. Fos. Na. Ja, megtaláltam. Itt hívja a Ryder Rosenberg-et Rosnak, igen. Na, és ezért akkor... Aha. Igen. Na, akkor ez jó, mert legalább akkor nem csak mi felejtjük ki, hogy már mik voltak. Ugye? Azért nem lehet bízni a nézőkben sem. Rossz nézők vagytok. Tessék szépen jól emlékezni a dolgokra. Silent és nem átverni még. Ja, Silent Patch. Mondjuk nem tudom, hogy a Silent Patch az, ami hozzáadja a felbontásokat, vagy sem, mert lehet, hogy alapból benne volt, mert az is verziófüggő, talán nem is tudom, hogy van. Meg hogyha valamiért, hogyha két monitorod van, akkor sokkal több felbontást tud választani így alapból kint így a Windowsban, tehát nem is kell bemenni a játékban, meg ilyesmi. De az van nekem, igen, Silent Patch, meg nem tudom, még valami szart is használtam régen, ami 60 FPS-re limitálja, hogyha kell, de most nem. Na, ezzel gondolkozom, miért vannak egyébként ilyen zöld bizbaszok a térképen? Azok mik? Az nem szokott ott lenni, nem? Én nem tudom, lehet, hogy előbe van töltve. Lehet, hogy valami maradék storyline esetleg? Lehet, hogy valami storyline, ami megmaradhatott. Lehet, hogy ez is szétbakha a játékot. Na mindegy. Tehát akkor most megnézzük az első részt, ami... Egyből egy bosszúval indítunk? Ez volt a címe? Ja, hát ezek szerint, hát én jót töltöttem le, az biztos. Édes otthon. Ezt töltöttem le. Úgyhogy... Miért bosszú egyedik rész? Ne, igazából, miért ne? De látod, hogy mindegyik, tehát mindegyik cím más, tehát jól töltöttem be, egy ugyanolyan sincs. Várjál, nem. A Ryder és a Joint az a izéből maradt. A nem, nem maradt semmi, mert én letöröltem az ami maradt, azokat mindig, mert ahogy letöltöm, az automatikusan letölti a megfelelő mappába, de az ki kell, hogy töröljem, hogy ne úgy csinálj, hogy zárójel egyes. Tehát ezek mind újak, ezeket ma töltöttem le. Nem, na várjál. Tehát, hogyha most... Nem. De igen, bazd meg, hogyha még benne lenne a file, és akkor lementeném, akkor úgy menteném, hogy diom1.dat, vagy diom1 zárójel 1.dat. De igen, ezzel de ki kell, hogy töröljem. Oké, akkor indítsd el, ez az F-ös lesz. Végigvihetjük még egyszer az F-ös a végét, nem arról van szó. Meg, most mondom neked, szíves? Hogy kitöröltem a file-okat a dokumentumba. Mert másképp nem tudom letölteni, tehát azért is van látod, hogy ezek itt empty, ez a két slot, ez itt nincs, mivel letöröltem mind a 8-et és utána betöltöttem ezeket. De ezek... miért hívek ugyanúgy, mint a másik? Hát nem tudom én, bazd meg! Oké. Mondom, hogy ez az. Hát akkor, ezt figyelj, akkor nem nálam akkor lesz a gond, lehet, hanem kezdődik, ő töltött fel valami
valamit hibásan esetleg? Lehet, hogy rosszul Hát én nem töltötte őket tudom. fel. Mert hogy letöltöttem a... Vagy lehet, hogy így kezdődik, menj haza, most haza kell menni és kész, ennyi. Nem? Már most meg kell bosszulni valamit gyors. Szóval letöröltem a fájlokat a mappából, majd letöltöttem őket. Tehát nem értem, hogy ez miért történt meg akkor. Lehet, hogy ilyen volt a gitz amúgy? Na várj, még egyszer megpróbálom. Nem tudom, mi van ezzel. De láttad, hogy csak 6 darab volt, és én 6 darabot is töltöttem le? Szerintem... Lehet, hogy még egyszer betöltött valamit? Na várj, valami nem stimmel itt. Mindjárt megnézem. Bár aha! A rossz a sürgőségén benne volt közben, Ja, már vágom, mi volt a gond. Oké. Okay. És mi volt a most gond? Már jó lesz. Szemmódod, volt az édes otthon. Valamiért az a 6 megmaradt. De nem értem, hogy miért. Pedig letöröltem őket. Ez akkor a negyedik? 1, 2, 3, 4, mondtam, nekem mindig igazam van. 5, 6. De azt nem értettem, hogy akkor a Mafia Storyzban meg miért volt jó? Tehát ez teljesen... Nem tudom. Értelmetlen ez az egész. Csak a rosa sűrűségén tudott oda bekerülni. Ne. Most már jó lesz akkor. Biztos azért, mert az a legjobb küldetés az összes közül. Hogy a jó néni két ennek a fos San Andreasnak. Na, úgy, igen. Jó. Basz meg, nem igaz. Fos, egy utolsó fos ez a játék. Na, igen. Na, így lesz mindenkit. Tehát valahogy a frissen letöltöttök mellett még volt egy zárójeles is. Nem értem, hogy hogy... Na ott van az edes na, otthon, jó? Edes otthon. Ez, Ed itt van egyébként, az edes otthon. Na végre. Végre láthatjuk Edet ismét. Edes. Otthon. Vagy az edes jó, otthon. Ez a kiszámítatlan! Ja tényleg most Antos, kikötő 8 óra. Ez az a kiszámítatlan. Edes otthon. Ryder, kelljél, megjottunk. Ja, nem az? Akkor csak ugyanott kezdődik. Mert ugyanezen a hajón kezdődik az is, amiből kiszámítatlan vagyok, de az valami... Ja. Szedd össze a cuccaidat, lent megvallák. Igaz, ez másik volt. Csak azt hittem érzed, mert ugyanazon a hajón vagyunk, mint ahol ez kezdődik. De akkor ezek szerint van még egy, amit majd itt fogunk kezdeni. Igen, a Ghost, a Sniper Ghost Warrior. Zseniális a címe. Imádom. Jaj, bazd meg. És okay. Jó van. Így is le lehet jönni a hajóról. Milyen szépen ide van rakva egy ilyen, garázsroló, vagy hogy a faszba hívják ezt, mint garázsajtó. Az. Hát, ne, várjál. Mint a valóságban. Igen, garázsajtó az. Ránál is kinyílnak. Még bele az óceánba. Zofor a belvárosba, ha kerhetem. Rosenberg mondta ezt. Rosenberg. Na, és Ryder, hogy érzed magad? Koszros, jól kezdődnek, eddig a dolgok. Hát ez tényleg jól kezdődik. Jaj, ne, autoscrolling, úristen. Jaj, hányszor kértem, hogy ne rossnak. Rossnak szólíts. Bocs, Ross. Humor! És meddig maradunk itt? Míg nem lesz, egy kis pénz bevetelünk. Nem azért jöttünk, hogy pénzt fektessünk? És Ross, honnan szerzünk pénzt? Fektetünk. Én egyfajta ügyvéd leszek. Te meg ahogy tudsz. Ryder, meg itt a dolog elején tisztázok, ne kever egy balhéba. Tisztázok, Zéla. Tisztázok, bocsánat. Rendben, Ross. Ross kenyér. Nincs is jobb, mint úgy egy új városba költözni, hogy remélem jó lesz. Remélem megélünk. Megyünk és fektetünk egy kis pénzt. Ez eddig nem túl jó pénzfektetés azért. Senkinek egy vasa nincsen itt, és...
Hát igen, így nehéz lesz az a pénzfektetés azért. Mi van 10.000 dollárom, figyelj, abból 5-öt fektetünk, ugye? És 5-ből veszünk egy autót mondjuk például. És abban is alszunk meg minden. Így van. Fürödni úgyse kell. Szarás az mindegy. Vagy lehet arra gondolod, hogy azt fektetnek a szarás. Lehet amúgy tényleg. Tehát ez örökké fog legyen tartani. Igen, ez nagyon-nagyon sokáig tart. Jaj, nem a izébe fogunk menni, a kribbe. Szerintem nem, szerintem a másik, a város teljesen másik oldalára, ahol van az a magas hotel, azt hiszem talán oda megyünk, ha jól rémlik. Átvezetünk Las Venturasba. Las Venturasba. Mindenféleképpen innen kell Las Venturasba menni. Las Vacanturas. Jajajaj. Eddig nem túl izgalmas. Majd, ennél csak, ott van Patrick Smoke az autóban. Ennél csak jobb lehet. Ez erős kijelentés azért. Na. Ezután csak felfele. Na, hol megérkeztünk. Kovács Rider. Jaj, ne. Kövesd Rosenberget, jaj ne. Fú, na hát akkor csehát, hogy vagytok, mi újság? Te akartad ezt, meg nem tudom még én páron. Nem, ez Just Patrick akarta egyet. Ez 115%-ban az ő. Jaj, jel. Oda mehetek előre. Ne, követni kell. Nem, követni kell. Nem érdekel. Nem tudod, hogy ott van. Na, ez az én hazám. Ha keresel, itt megtalálsz. találsz. Menjél a motelhez. Lehet, hogy menj el akart lenni, csak ugye egy... Menj el. Ja, menj el a motelhez. Jaj, fáztam, megint egyébként. Sikerült. Vagy még mindig, nem? Nem, minden nap megtázok egyszer. De második nap minimum, de minden nap minimum. Második nap minimum egyszer, minimum. Ha vagy lehet, hogy ez még mindig ugyanaz a megfázás, mert hónapok óta. Lehet. Vagy lehet, hogy allergia. Nem. Az nem lehet. Vagy Algéria. Édes otthon. Édes otthon. Hú, hát az... Ez, hát figyelj, Jazz Patrick 2, az az igazság, hogy beleültetett a bogarat a fülembe, de ez nem túlzottan izgalmas eddig. Úgyhogy reménykedhetünk csak a legjobbakban. Remélem jó lesz. Remélem izgi lesz. Követ kiküldetés. A Fuvar Gitz. Gangster in the Gitz. By... Zeit Wars... Búr? Zeitwars Búr. Star Wars Búr, nem? A Fuvar. Nos, Rydert felhívja Rosenberg, hogy kell, hogy lenne egy kis pénz szerzési lehetőség, és menjünk a háza elé. Majd felvesszük Rosenberg-et. Nem messze. Kitesszük pontosan a hírességek sétányán. Ezt szerintem Google-ben. Ja, várjál, ez olyan, hogy kitesszük pontosan a hírességek sétányán. Kiteszünk pontosan a hírességek sétánya, majd felhív, hogy hol és hova kell fuvaroznunk az illetőt, és sajnos a rendőrség és beteszi az orrát a dologba. Nem írja, hogy jó szórakozást, tehát még lehet, hogy ő is tudta, hogy ez szar, vagy nem tudom. Ez a rendőrség és beteszi, az olyan, mint amikor valaki azt mondja, hogy mindig. Tehát nem láttál még. Ezt így nagyon szeretem most. Mi történt? Hát... Na, most jó. Ezt a kibaszott Rockstar logó mutatta. Ja, igen. Mindig. A Fuvar. Igen, mondjad, Ross. A mennyországba kezdjük. Lenne egy kis megbízásom, siess a hazamhoz. Abból megbízsomat akartál mondani, fogadjunk. Menj ki a szobából. Én már nem tudok normálisan beszélni, tehát ami való életben is, hogy mondom valakinek. Rossz ember lakosához. Rossz ember. Ez még való életben is nekem úgy megy, hogy így lenne egy megbizsom, így mondom valakinek. És akkor mi? Ja, igen, nem. Én is már teljesen elászottam. Teljesen lepusztította az agyamat, mert nem tudom, hogy képes. Rossz ember. Rossz ember. Ez még jó lenne. Van egy megbízom rozsember. Rozsomák.
És mindig ide el kell majd jönnünk. Fú. Menjünk az én kocsimmal. Ne, menjünk erre felszáll a motorra. Fel is szállt a motorra. Tegyél ki a hírességek sétányánál. Szerintem mehetsz az ő motorjával. Menj a hírességek sétányára. Erre annyira büszke volt erre a hírességek sétányára. Szerintem ez valami, hát valami magyarosításból másolta ki esetleg? Magyarisítés. Magyar frissítés másolta ki? Hol amikor kéne a csetben? Szerintem egyébként ez a no copyrightos izé akart lenni. Hollywood egyébként. Ó, és akkor itt... Minyart, hívlak, hogy mit kell tenned? Jaj, atyám. És akkor Minyart ki kell várni, még Minyart hív? Aha. Ó, oh, Jézus, hát ez nagyon szar. Bazd meg. Na szóval, na menj szóval a kórház közelebben levő haszhoz. Micsoda? De... Menj a megadott helyre. Azt hittem, hogy ki kell majd keresni, hogy hol van az a kórházhoz közelben levő hasz. Jaj. Ejjjjj. Mi jól látja, hogy mi nyinyi? Mi jól látja, hogy mi nyinyi? Na. Na, skip. Jacob. Jacob! Te Ryder vagy, igaz? Jajaj, vagyok. Jacob, azt hallottam, nem ide valósi, vagy mit keresel itt? Hogy gyakor. Egy kis pénzt jöttünk szerezni Rosh-al. Rosh-al. Ja, hogy Rosenberg-el. Értem. Menj akkor a városhaza mage. Bazd, mert rossz fele mentem. Jacab, Jacab, hát végre itt van Jacab. Hát, hogy hiányzott már Jacab? Ja, hogy mi az, hogy Rosh-el? Ja, hogy Rosenberg. El. Jacab, Jacab, hát Jacab, Jacab azért olyan, legalább olyan, már majdnem, tehát én már is fejtettem, hogy létezik, de Jacab legalább olyan magas szinten van, mint Sigábor, meg oké, okay, tehát azért. Hát valahol igen, egyébként abba a kategóriában. Klasszikus Jacab. Igen. Eddig oké, okay, nem volt még viszont Jacab, igen. Jacab, imádom ezt a nevet. Jacab! Itt beszéltem meg a találgát, várjunk egy picit. Jacab, mondja, baszd meg! Jacab, ne! Ne! Ne, rendőrök neki, mert a Jacab, falnak, vigyél ne ki innen, tesa! Vagy Teza. Teza. Vidd Jacab ott a gettó közelébe. Gettó közelébe? Ezt sose értettem, hogy mi az a közelébe. Vagy mi? Mi az, hogy közelébe kell vinni? Hát most akkor hova kell pontosan vinni? Oda. Ahova mutatta. Nem tudom én se. Hát, oda az izébe, apartman hát komplexumba. Ez... Ja, hát gondolom, arra gondolt, hogy a Görcs utca közelébe. Köztesse, majd találkozunk! Oké, okay, cső, Jacab. Rossz, elfuvaroztam a haverod. Hú, milyen hosszú ez a küldetés amúgy. Igen. Jó fejnek tűnik, honnan ismered? Pont. Mármint, hogy semmi. Sok lelki problémája volt. Igen. És... Na, majd találkozunk, baj, bocsánat. Jaj, várj. Ez most a komoly. Várj. Sok lelki problémája volt. Ezt most akkor... Most ezt azért mondja, mert hogy a készítő azt úgy gondolta, hogy rossz ember az egy pszichológus volt? Én nem, egyáltalán nem értem a történetet, az az igazság. Vagy most ez hogy jön ide az, hogy sok lelki problémája volt? Innen ismeri?
hogy... Ennyi? Én... Oda ment az utcán, szia, szia, sok lelki problémám van, na jó van, én rossz vagyok. Nem tudom, elképzelni, igen, hogy... Igen, így van, igen, hogy sok lelki problémám van, és akkor mondta neki rossz, hogy majd találkozunk. Igen. És így lettek barátok. Mindenki másnak. A következő igen. Rész a Gitzben nem más, mint Rosenberg bajban, Gangster in the Gitz. By Zyl... hát nem is tudom, mi ez, ilyen Yard, dupla J, Jars, Jars. Dupla J. Dupla J, dupla J, Jars. Zufk, Zur, nem tudom, mindegy. Rosenberg, Rosenberg bajban. Nos, Jacab felhívja Rydert, és azt a hírt kapta, hogy Rosenberget verik a közeli Gördeszka parkban. Ja, ez így, az ízéle, gördesztás. Így oda sietünk, és szétverjük őket, majd Rosenberget is. Kórházba szállítjuk. Még jó, hogy ott van a Gördeszka pálya mellett közvetlenül a kórház, tehát az se gond. Rosenberg baj van. Hete szó, híreket mondok! Na, én Lokiad Jacab. Jacab. Tudtam, a Ross verik a Gördeszka pályánál. Jobb lenne, ha körbenéznél, igaz-e? Oké, okay, kösz, körbenezék. Okénak megköszönte. Menj a Gördeszka pályára. Lehet, hogy Jacab oké. Ja, hogy nekem... Azt kellene elvinnem esetleg, hát azt tudja, mindegy, jó, az elviszem. Fú, nem túl izgalmas ez azért. Hát de volt már a Gördeszka pálya, úgyhogy ez volt a fénypontja ennek a modnak. Innen már csak lefele fog menni, tehát... Igen, az az igazság, hogy szerintem túl magasra tette a lécet az előző pár, és ezért most ez kicsit ilyen lehangoló, de hát ki tudja. Legalább nincsen 49 része, mint a... Efforsnek. Hát, ez az egyetlen szerencsénk. Meg csinálj akkor gyorsan. Egy. Ó, basznád meg. Menj, segíts Rosenberg... ...nek. Nézd egy már, fejük. Itt a védő angyal, he-he-he-he-he-he-he. A Tiller. Na gyertek, segfejek. Zekfejek. Zikfejek. Biztos németül mondta. Ön meg a dillereket. Hú. Okay. Reménykedek, hogy a többi az ennél egy picit jobb lesz azért. Több diller tűnt fel. Több dealer tűnt fél. Igen, valószínűleg csak úgy állnak a Gördeszka pályán, elszórva mindenhol. Ennyi ember, ennyi dealer árul. Ja, még itt is. Ön meg a maradék dealert. Opp, az meg! Honnan a pisába olyan ennyi dealer van? Menj oda Rosenberghez. Rost, jól vagy, mi történt? Szerintem jól van. Hát a dealerek kiszúrtak és kötekedni kezdtek. Telefon ring ring. Bocs, ezt fel kell venném. Fel kell vennem. Igen, kikerés. Kikérés. Kikeresé. Én vagyok az Jacab. Na mi a helyzet? Megvan Ross eléggé rosszul fest. Rosszul fest. Megvan Ross eléggé rosszul fest. Vidd el a kórházba, azt hadd, ha lesz valami. Az jó, hogy így. Ez a reméljük jó lesz. Nem rossz, na menjek. Hát, ha lesz valami, azt mondja. Ó, vidd el az embert a kórházba. Így jó lesz, így kell elvinni. Ez a kihívás. De basz meg, ott van a kórház, az ott a kórház. Az az épület, ott a kórház. Nekem a másikba kell menni, persze. Igen, Las Venturasba kell elindulni a kórházba.
Hát úgyhogy magammal viszem a motort, anya. Ezt fel fog robbanni. Írd be, hogy hashvajabb. Nem hiszem, hogy ez működni fog. Az ilyenkor vajon a kocsit javítja meg, vagy a izét? Motrot. Ez így lett kitalálva. Ki tudok szállni, de... Aha. Ó, ott ez meg lehet szerelni egy perc alatt. Na, no, csak így volt, viccesebb lett volna, ha elviszem a motor, de ez meg csak túl sokáig tart, úgyhogy inkább hagyjuk. Ez lett volna a kihívás az egészben. Közben Rossit már hallok rólik, úgyhogy igyekeznem kell. Igen, látom, hogy nagyon kell sietnem. Nope. És most azért kell elvinni, mert megrugdosták a gördest a pályán, tényleg? Mm, igen. Hát ha lesz valami, azért kell elvinni a kórházba, azt mondta Jacob. Ja, igen, persze, Jacob. Rossz megjöttünk, próbál túlélni, na majd jelentkezem. Kösz, Ryder, majd remélem még találkozom. Ez komoly. Biztos lehetsz benne. Jaj, ez meg ez valami kegyetlen. Na, következő. Drog! Ez nagyon szó. És már semmi git. Gangster in the git. By... ez egy font. Font jel. Ez egy font. Font. Font 8. Dupla J ard. Arur. Drog és már semmi. Jacob felhívja Rydert, hogy segítse. Hogy segítsen neki, ez egy szó, egy kis drog ügyben majd miután megvan a pénz, feltűnik a környéken a rendőrség, majd megvolt a hajsza, elvisszük Jacob ott, hogy már be is fektesse a pénzét. Ó, Jacob akkor... Mibe kell fektetni a pénzt, de mibe kell? Jacob fektette támajd be a pénzét, ez jó lesz. Ja. Aztán pedig Jacob az eladósodásban. Ki kell mentenünk a 10.000 dollárunkkal Jacobot. Ja. Drog és más semmi. Ha még végén még lesz a bónusz epizódként ez a mafiásra, nem is emlékszem, hogy ez milyen. De lehet biztos szar. Jacob, Herr Ryder, tessze, segítenek enne? Na és miben? Mi fasz? Ha Drog tudod, hogy megy az... Ez. Ez? A. Ja, értem, de Rossnak meg ígértem, hogy nem keveredek ilyen üzletekbe, vagy mi van? Ügyekbe. Amit nem tudsz, az nem is fáj neki, Tessa. Vagy ügyékbe, nem tudom. Igaz, 10 perc, és ott vagyok. Gyorsan meggyőztük, igen. Igen. Menj el, Jacob. Ért. Ah, és hol van Jacob? Ja igen, még ez az, amit talán megjavít a... Silent Patch, hogy ennek a furgonnak 4 kereke van hátul, nem pedig 2, vagy valami ilyesmi. De lénynek kell lennie? Vagy nem kell lénynek lennie? Hát... Látod, hogy most 4 van, és most látod, hogy 4 van, és ennek így kellene lennie. Azt hiszem PS2 4 van, ez... de PC-n meg nem. Tehát, hogy... Miért van 2 kerekben? Hát, mert ez egy nagy furgon, a faszom tudja. Van ilyen, aminek 2 kereke van, létezik ilyen autó a világon? Ja, simán. Tényleg? De tehát ennek így kell kinézni, azt mondom, PS2-n ugyanígy van, PC-n meg csak 2-t kapott hátul. Ez így van kitalálva. Így, ez így lett kitalálva, igen, ezt a Silent Patch, ezt megváltoztatja. Csak el kell mennünk Jacobért Las Venturasba, vagy... Hát ez csak nem... Nem túrásba megyünk, nem, csak nem, igen, nem, ide a gettó szélére megyünk szerintem, megint csak. A gettó közelébe, bocsánat, igen. Igen. Ups. Ott van Marci! Hogy tökölj meg! A jó Isten se akarja, hogy elüsd, látod? Nagyon nem akarja. Menekülj, Marci, menekülj! Akkor... Ilyen nincs. Na most megvagy. Ez az. Ó, ne. Hogy lesznek így küldetések?
Üdvözlök mindenkit! Ne, ne, sem. Ott van még egy! Megöltem. Milyen gazdag volt. Tessa, itt vagyok! Miben jatsz a kocsijába? Ja, hogy aha. Ja, jó, hogy jöttél, Tessa, gondolom neked is kell egy kis pénz. Ja, úgy, ahogy mondod, és na, és hol vagyunk? Én gondolom, hogy ő jamaikai, és ezért így beszél. Lehet amúgy. Hát a szika torba, ahol adnak drogot, indulás! Melyik szigátorba? Ó, itt a szigátor. Menj a közel is. Közel is szigátorba. Tessa, vedd ki a pityut a comag tartóból. Vedd fel pityut. Tessa, bújj el a tetőn. Nagy teszák vagyunk azért. Bújj el a tetőn. Na játszabb, hol van a drogom? A zsebemben, Tessa! Szerintem szállj be a kocsiba, és akkor egyből el tudod őket ütni. Vedd elő! A faszomat fogom mindjárt elővel. A magyar buzi gyerek! Hiiii! A Ryder Tessa lojel! Hoppá! Basz meg! Kétszer kellett fejbe lonnom. Szedd fel Tessa a pénzt, addig kocsiba megvállak. Menni kellett drogot lonni. Szedd fel a pénzt, már fe... Istennek a faszán, nem volt már ott semmi. De most még nőnök, még egy kis pénz. Ülj be, játszabb kocsijával. Igen. Miért kerül ennyi, miért tart ennyi ideig, bazd meg? Kibaszott következő mondat. Mondd már, mit akarsz mondani, mondjad már, miért kussolsz, beszélj már! Hát nem hiszem el. Lehet, kell menni, beülni az autóba, nem? Haj, bazd meg! Oh, az Istennek a kurva faszát. Tessa, hozzunk innen! Igen, és hova akarsz menni? Menj, bújj el egy másik szikátorban. Ez nem hiszem el. Ki kell a három ember ölöl, akit megölt? Oh, ez kegyetlen rossz. Ez nagyon rossz. Ez. Nagyon durva. Ez is mind Just Patrick 2 hibája. Igen, abból vette az inspirációt, ezt, igen, enyhe kifejezés, hogy ezt a, mi is ennek a neve? Nem jut eszembe ennek a küldetésnek a neve, az első, küldetés GTA 4-ben, amikor Jacobbal elmegyünk egy drogdrillet intézni, és Nikónak el kell bújni a tetőn. Igen, vajon honnan vett, és három illető megjön, és lövöldözés lesz belőle. Vajon honnan vett ez a tetőn? Ez meleg helyzet volt. Hát ez nagyon kemény üldözés volt azért. Igen, GTA 4 Foster's Jom Edition. Hát az nem menjünk, tegyék ki a bankelót. És akkor meg kellett itt elbújni? Nem. Na, mi az már, befekteted a lopott pénzt? Ja, Tessa, úgy, ahogy mondod! Bárcsak ilyen egyszerű lenne? Menj videl, Jacob, ott a bankhoz. Lehet, hogy menj Jacob óta a bankhoz. Tehát a befektetést akkor úgy gondolták, igen, hogy konkrétan bankban. Belerakja a bankba a pénzt, és ott befektetődik. Befektetődik. Kicsi Jacob. Ja. Na, megjöttünk, Jacob. Kosza fuvar, Tessa, majd találkozunk. Fú, hát akkor megérte elmenni drogot lonni. És kaptunk 15 dollárt, érte? Ez komoly. Elmentünk drogot lonni, és kaptunk 15 dollárt. Azt hiszem, az volt a küldetés neve, hogy Beton Dzsungel, talán? Concrete Jungle? Vagy ez nem az volt? Nem tudom. De ez annak a küldetésnek a másolata volt, ami az első küldetés 2-4-ben játszabban. És hát újragondolása volt. Ez egy gyakorlatilag remake volt. Egy sokkal jobb remake. Rossz a sürgőségin. Ezt megcsináltuk. Nem mondod.
ez itt az utolsó része a Gangster in the Gits-nek. Ja, azt hittem, hogy ez az előtt. Ja, jó, jó, oké. 3Y... valami furcsa kígyó, két darab kígyó. Eit... még több kígyó. Vars... 13R. Rossz a sürgőségén. Nos, Rosenberg felhív minket, hogy egy másik kórházba akarják átvinni, így nekünk segíteni kell, hogy ez ne történhessen meg. Majd Jacob segít nekünk ellátni Rosenberg sérüléseit. Fú, ez valami kegyetlen szar. Jó, van, akkor legalább segít nekünk. Hirdetlen szar. Rossz a sürgőségén. Igen, tessék, kikeres. Kikérés? Kikérése? Kikeresé? Ryder, Ryder, gyere azonnal a kotházhoz! A kotványhoz. Mi a probléma, Ross? Miért siessek odá? Pazd meg, ezer év miatt következő jön. A Las Venturasi sürgőségére akarnak szállítani. Most megint 4 év, amíg a következő üzenet. 4 év, igen. És miért baj, Ross? Hát az orvosok tudják, mit kell tenni. De Ryder, nem lesz bevételünk, és miből fogok megélni? Isten, de szar! Oh, bazd meg, azonnal ott vagyok. Azt a kibaszott kurveget. Miből fogok megélni? Jó, hát elég gyorsan oda kell menni! Zísz a kórházhoz! De bazd meg, akkor tudtam volna, akkor elindulok előre. Jetpackkel vagy valami. Vagy gyalog. Hát ez meg. Nagyon nehéz, ez nehézségi szint 10 perc. hát épp hogy csak oda fogsz érni. Küldtem. Épp hogy. Ott megy a mentó autó? Vagy hogy kiveszik a tét akkor menő autó? Hol? Hova csinált? Hol? Hogy mi? Á! Gyorsabban nincs rajta a marker! Nagyon gyorsan. Mit írt ki? Követnem kell, vagy felrobbantanom, vagy megállítanom, vagy gondolom követnie? Követni, igen. Erre akkor nekem most el kellene mennem Las Venturasba? Jaj, ne, ez most komoly. És hogyha egyszer elakad az ambulanciás autó, akkor vége mindennek. Hú, adja az Isten, hogy ne akadjon el sehol. Nagyon sürgősen át kell vinni a sürgőségére most. Ahogy látom, mert... Nem erre van Las Venturas, merre megyünk? Az nem baj, egy plusz kört azért csak megtehetünk itt a város körül, mielőtt még oda vinnénk sürgősen a sürgőségére. Á, itt van. A benzinkútra jövünk. Oké. Menj, nézd be a mentő AOO-ba. Ross, oda bent vagy? Oda bent van, ül, ráadásul. Ryder? Hala a jó egnék, segíts! Lobd el a mentő autót! Bazzai. Ryder, vigyél ki innen! És mi lett volna, ha az orvosoknak azt mondja, hogy nem szeretnék elmenni? Oké, felhívom Jacob. Felhívom. Ott, kerék, segíts segít! Ring ring. Igen, ki keresesz miért? Ezt mindig ügyeszik feltelefont, ki keresesz miért? Jacob, itt van Ross sebesülten, hová vigyém? Lehet az, hogy kikeresés. Mondjuk a hozzád a striptease klub magotti telepre ott... Nem fényképeztem le, bazzeg. Oké, mindjárt ott vagyunk. Nem, kit érdekel, szar az egész is. Vidd Rosenberget a telepre. Striptiz itt már. Doktor Jacob. Az SR meg ez a szenyor. Szenyor Jacob. Így van. Stripten. Milyen jó kis banda név lehetne valamelyik izéhez. Valamelyik questhez ugye. Jaj, megint ezt ez egy... Hogy quest. Oh, bazzag.
Mi? Most át kell vennünk nekünk Los Venturasba. Nem ott van a striptease club, tudtam már. Oké. Oké, hát na mindegy, hát én követem egyelőre az utasításokat, semmi gondot nem látok ebben. Biztos az hát, hát végül is technikailag valahol a striptease club mögött van, nem közvetlenül, de valahol mögötte van. Gondolom. Menj beljebb. Igen. Menj még beljebb. Nem, megjött. Oké, Rider innen át. Vesszük. Ez nem a striptease club mögött van. Köszönöm, Rider, orok halám. Lehet, hogy ez még a beta verzióban volt ez a text, tudod, hogy a striptease club mögött, és akkor így nem tesz semmit, majd találkozunk. Istenem, nem tesz semmit. Szóval baszlát. Lehet, hogy még az eredeti beta verzióban volt így, hogy a striptease club mögött lett volna, és aztán átírta a helyszínt, és akkor így már ez a szöveg, ez így már nem tesz semmit, és ezért... Vagy lehet, hogy ott kifagyott, és akkor ide kell áttenni. Nem, mint hogyha erre bárki odafigyelt volna, eddig, hogy kifagy a játék, vagy sem, úgyhogy biztos nem ez volt az oka. És akkor még bónuszként megnézzük a Mafia story-est ebben. Íme egy új kreálmányom. Először azt hittem, hogy le fogja tudni írni helyesen. Már itt jártam, mondom, hogy ha már ideig elütöttem, akkor már csak leírja helyesen. Nem sikerült. A Mafia story-es, zárójel, MS. Első küldetése. Itt veszik be Louis-t a családba, és Don megkéri egy szívességre. Olyan, mi lesz ez a szívesség? Biztos Microsoft van ott a zárójelbe írva, ez csak vizet Windows XP-n fut. Mafia Stories, erre nem emlékszek. Erre én sem. Microsoft Stories. A Don haza. A Don haza. Jött. Las Payadasas. Jaj, de szeretjük ezt a helyet. Igen. Eddig jó. Nos, fogadjunk közénk ifjú Louis, aki csatlakozna hozzánk. Nos, keszen állsz az útra? Dön. Lehet, hogy Dönnek hívják. Igen, uram. Louis T. Öld Bill Gates. Rendben, akkor éljen soka a maffia. Sonka, gondolom, Sonka akartam. Menj ki. Igen. Ez elég gyorsan felvették Louis. He, te vagy Louis? Ez a neve. He, te vagy Louis. Igen, ellennék. Igen. Igen. A Don hivatott. Téged, menj fel a szobában találod. Tálalod. Bocsánat. Menj fel a Donhoz. Itt már a nagybetűk, meg minden itt össze-vissza adták. Itt már teljes katarzis, bazd meg. Ezt mindig utána, most ezért sem tudod, hogy melyik fent van, mert itt két szoba is van. Melyik fent? Miért hivatott Mr. Don? Mr. Don! Azért, mert lenne egy megbízásom. Kint talál egy halottas kocsit, nos, és abban nem akármilyen hulla van? És azt a hullát a rendőrök is nagy erőkkel keresik. Így el kellene távolítani. Jézusom. Na? Bízz csak rám, elintézem. De aztán úgy legyen... ez a kisiskolás mafiózatod, mint a... Oh, itt van egy megköltözött rendőr. Wow. Szerintem... Minden gyerek mafiózó akart lenni. Ott a halottas kocsi, új belé. És ezt így képzeled el. Igen, és akkor most pedig vezessünk el Los Santosba. Itt már egy bebete nincsen viszont, bazd meg, mi a fasz? Új be a halottas kocsi, vidd a kocsit a megadott helyre. És hol az a megadott hely? Ó, jaj de jó. Jó, és jól kell tenni. Ez az. Utazunk. Már mehetnénk hidrával is egyébként, nem tudom, hogy vagy velem. Vagy akár így is. Bár nem kell benne maradni, úgyhogy... Biztos, hogy nem kell benne maradni? Szerintem benne kell maradni. Nem, karika volt ott, nem? Nem, tuti nem. Majd a végén kiderül.
Hogy jól döntöttem-e azzal, hogy ezt beírtam. Aha, nem kell mégse, igen. Hát igen. Akkor már jöhetünk volna. És, ja, és benne van a hulla, igen, ott hátul ott van a hulla, igen, látom, ott van a hulla benne, igen. Aha, mindenképpen ott van a koporsó. Elvarakva izé alá. Szőnyeg alá. Az indián rezervátum akarod bejönni, vagy mi ez? Itt el kell ásni a beton alá. Állj hatrább. Oly. Alnyi hatrább. Akkor miért lettünk kirakva az autóból? Amúgy. Mr. Don, robbanthatja. Mr. Don. Fú, mindennek vége. Most már nem fogják megtalálni a hullát. Nézd csak, egy pojáca, egy pojáca a másik családból. Verd szét a támadókát! Mindig nálam van a telefon, meg. Hát azzal kell szétütni a fejüket. Hát faszt. Nézd csak ezzel kell. Telefonnal többet sebez. Ez zseniális volt! Azt a mindenit, pedig ennek kíváncsi lettem volna a következő EP-jére. Sajnos ebből csak egy app van. Nem folytatódott ez a csodálatos sztori, pedig imádtam volna. Ez az egyik legjobb. Ez egy Béka Nobel-díjas sztori szerintem minimum. Szerintem ez elég rossz volt, az igazság. Ez a mai nap konklúziója. Hát ennyi lett volna. Akkor a Gitz meg a Mafia sztori, és Jézus Úristen, ez kurva szar volt. És Jazz Patrick 2, szégyen magad, ez a te hibád volt. Sziasztok! Na.